politikai célra használta az ózdi gyerekeket Vona Gábor, a Jobbik elnöke az Együtt szerint. Ezért az Emberi Erőforrások Minisztériumához fordulnak és vizsgálatot követelnek. Vona Gábor fél napot dolgozott óvóbácsiként egy ózdi óvodában, erről több fotó is készült, amelyek felkerültek a politikus közösségi oldalára. Vona Gábor szerint ő nem használta a gyerekeket politikai reklámra. Vizslákkal az ölében a Jobbik elnöke. Tavaly készültek a képek, a többi párt cukiság kampánynak nevezte azt, ahogy szerintük Vona Gábor emberközelinek próbálta mutatni a Jobbikot, amelynek több tagja még az elmúlt hónapokban is szélsőséges megnyilvánulásaival került be a hírekbe. Uzsonnátoszt, focizik, mesét olvas a pártelnök. Ezek a képek tegnap kerültek fel a pártelnök Facebook oldalára. Azt mondja, első kézből akarta megtapasztalni, hogy milyen a munka egy olyan óvodában, ahol hátrányos helyzetű gyerekek is vannak. Szerinte nem használta a gyerekeket politikai reklámra. Nem használtam ezeket a gyerekeket. Hát a óvodában gyerekek vannak. Nyilván ezt nem tudtam, és nem is akartam megoldani, hogy ürítsék ki miattam az óvodát, és úgy ismerjem meg az óvoda életét. Egy óvodát gyerekekkel együtt lehet megismerni. Az Együtt viszont az Emberi Erőforrások miniszteréhez fordul, hogy vizsgálja ki az esetet. Hogy lehetséges, hogy aktív pártpolitikus a gyerekeket nem propagandával, de a politikai szereplésének részeként használja, ez elfogadhatatlan, és kérjük Vona Gábort, hogy állítsa le, ez nem része a cukiság kampánynak. Nem először szerepelnek gyerekek politikusok mellett. Murhalmi óvodások énekeltek és szavaltak egy kormányablak átadásán az év elején. Akkor a miniszterelnökség azt írta, a murhalmi előadás nem tükrözi a tárca szellemiségét, és azzal nem tudnak azonosulni. Megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy mit szólnak Vona Gábor önkénteskedéséhez. Azt írták, aki akar a fenntartóhoz, felügyeleti szervhez vagy ombudsmanhoz intézett hivatalos megkereséssel lépett fel a pártelnök óvoda látogatásával kapcsolatban.